Ő ezt lecsévéli, gyakorlatilag itt bejön, ezen a hengersoron, ami még vannak egyenletlenségek a lemezen, azt ő ki fogja egyenlíteni, és ahogy ez így szépen elindul a végéig, ott pedig már kijön a konkrét profil. Szekeres Tamás, a Kelet Solar Kft. Ügyvezetője mutatta be ennek az új gépsornak a működését. A komplex gyártósoron szelemeneket, azaz napelem tartó szerkezeteket fognak előállítani. A 13 éves nyíregyházi cég eddig is napelemek előállításával és forgalmazásával foglalkozott. A nagykálói ipari parkban felépült csaknem 1000 négyzetméteres üzemnek köszönhetően azonban bővíteni tudja a gyártási kapacitását. A több mint 400 millió forintos beruházás megvalósításához a cég több mint 200 millió forintos hazai és Európai Uniós támogatást kapott. A gyárat nagyságrendileg áprilisban terveink szerint el fogjuk tudni indítani. Elindul gyakorlatilag a fémek munkálása, lehet így nevezni, gyakorlatilag akár a napelem, ugye a napelem tartó szerkezet gyártás. Ezekre elindítottuk ugye a statikai terveket, hogy saját tartószerkezetet tudjunk akár tapasztalatból is gyártani, valamint a gép alkalmas egyéb szegmens ellátására is, úgyhogy valószínű, hogy a C-profilok gyártására is fogjuk alkalmazni, vagy akár szelemen gyártásra is fogjuk alkalmazni. Horváth Tibor nagykáló polgármestere arról beszélt, az önkormányzat bevételei számára is fontos, hogy újabb befektetők érkezzenek a város ipari parkjába. Ez az első olyan üzem, amit már ebben a ciklusban vásárolta a telket, építette meg a csarnokot, helyezte üzemben a benne megvalósítandó gyártást vagy technológiát, és indulhat el a gyár, úgyhogy ilyen tekintetben tényleg az első fecske ő nálunk. Különösen nagy öröm az, hogy ugye valójában április környékén már termelni fognak, innentől kezdve pedig ugye nő a foglalkoztatás, és Nagykállóban pedig ugye az adókat növelheti majd. Miután a kis és közepes vállalkozások kiadásai megnövekedtek az utóbbi időben, a kormányzat számára kiemelt feladat a szektor támogatása. Erről már Szabó Tünde, a régió gazdaság fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt. A politikus hozzátette, különösen nagy segítséget kaphatnak azok a cégek, amelyek a környezettudatos termelésre összpontosítanak. Ez azért is fontos, mert mindannyiunk számára a gazdaságfejlesztés elengedhetetlen. És hogyha nézzük Nyíregyházát és a térségét, ugye most Nagykállóban vagyunk, itt is ipari park épült és fejlődik folyamatosan, ezzel is munkahelyteremtő hatást tudunk elérni, valamint munkahely megtartó hatást, és nekünk az a legfontosabb, hogy a fiatalokat itt tartsuk a térségben, illetve városainkban, ne menjenek el máshol munkát vállalni, ehhez viszont szolgáltatásokat kell biztosítani, munkahelyeket kell teremteni, ehhez viszont a vállalkozásokat kell segíteni. Közel 205 millió forintos támogatást nyert el a Kelet Solar Kft., de pont ilyen vállalkozásokat szeretnénk a jövőben is támogatni, amely figyel a zöldítésre, a környezettudatosságra. A társaság folytatja a fejlesztéseket a Nagykállói Ipari Parkban, önerőből egy újabb gyártóüzemet építenek. A beruházásoknak köszönhetően így nagyjából 20 új munkahelyet hoznak létre.